Köszöntöm a nézőket, innen Miskolcról jelentkezek be, mivel nagyon nagy problémának látja azt a Mi Hazánk mozgalom, hogy a nyugdíjakra vonatkozó reformot a kormány nem vezet be, de ezen belül, ugye, ami a témámhoz, a szakpolitikai tevékenységemhez is hozzátartozik szorosan, a végrehajtásokra vonatkozó reformot is mielőbb be kellene vezetni a kormánynak a nyugdíjasokra vonatkozó, mivel pont a legkiszolgáltatottabb réteget zsigerelik egyébként nap, mint nap a népnyúzó végrehajtók, és ennek következtében már-már a kilátástalanság szélére is sodródnak idős honfitársaink. Ugye hiába emelte meg a kormány 28.500 forintról 60.000 forintra a letiltástól mentes részt, ez különösképpen azokra a személyekre, ugye, akik már koruknál fogva, vagy jogviszonyoknál fogva ugye nyugdíjasként tevékenykednek, így ők nem feltétlen tudnak elhelyezkedni és munkát találni, így ezt a mentes részt mindenféleképpen meg kellene emelni, ezt a 60.000 forintot. Erre amúgy már módosító javaslatot nyújtottunk be, amikor a kormány ezt az előterjesztést benyújtotta a bizottság részére, de nyilván azt lesöpörték. A Mi Hazánk mozgalom határozott álláspontja, hogy a több európai tendenciát követve meg kellene reformálni a nyugdíjakra vonatkozó letiltást, főleg, hogyha devizahitel áll a háttérben. Pár példát felhoznék, hogy Ausztriában a létminimum alatt mentes a letiltástól a nyugdíj, Spanyolországban a minimálbér, ez a határ, de vannak olyan országok, mint például Görögország és Málta, ahol nem is foganatosíthat a végrehajtó letiltást, meg semmilyen végrehajtási cselekményt a nyugdíjasok bevételéből. Éppen ezért látogattam el ide Miskolcra, hogy egy tényfeltáró videót készítsünk Edittel, aki itt lakik, hogy ő pontosan hogyan éli meg azt, hogy nagy hirtelen felbukkant a végrehajtó és letiltást, inkasszót foganatosít. Megérkeztünk ide Edithék otthonába, hogy feltárjuk ezt a személyes ügyét itt a devizahitel káváriával kapcsolatban. Már nagyon régóta problémája van Edithnek ezzel a hitelfelvétel, ugye, mint nagyon sok további károsultnak, és ugye, ami még fontos ebben az ügyben, hogy ugye a nyugdíjára tiltják ezeket az összegeket, ami már-már ellehetetleníteni külső segítség nélkül az életét Edithnek, és pont ezért is látogattunk el hozzá, hogy az ő élethelyzetét és ezt az eseményt feltárjuk, és nyomatékosítjuk a törvényhozók, törvényalkotók számára, hogy igenis reformot kellene bevezetni a végrehajtásban, különösen a nyugdíjasokra vonatkozólag. Edith, hogy történt? Mikor volt ez a hitelfelvétel, és miért kellett felvenniük? 2006-ban vettem föl, a férjem már beteg volt, agyvérzés kapott, és le volt bénulva, tehát nem tudott beszélni, nem tudott egyáltalán mozogni, tehát nekem, hogy én el tudjam őt látni, segítséget kellett hívni, de volt, aki úgy jött, hogy nem kellett szólni neki, tehát de ugye nem voltunk soha gazdag emberek, és tehát segítségért nem lehet csak úgy a másik szegénynek azt mondani, hogy hát kösz szépen, mert abból nem lehet megélni. És akkor ezt a pénzt fölvettem, és amikor jöttek segíteni, akkor én azt rendeztem velük. Nem, mit tudom én, mekkora nagy összeget, de akkor is. Tehát nem éreztem magamat velük szembe adósnak. Hát lényegében akkor ugye sajnálatos módon a férje egy betegségben, vagyis betegséget szerzett, ugye? És ennek következtében kellett ugye felvenni ezt a devizahitelt, hogy nem lakásra vagy gépjárműre Nem. Soha nem éltünk luxus körülmények között. Mindig egyszerű emberek voltunk. Amink volt is, azt is
tehát hitelre vettük, de tisztességesen ki lett fizetve. Tehát nekem ez egy borzasztó, én teljesen idegileg kivagyok a 18 év alatt, mert ugye 2006-ban egy évig fizettem az Erste Banknak a tartozást, majd közbe jött az öcsémnek a halála is, és ez kiment az agyamból, ez a sok minden, és nem fizettem is. 2007-ben, igen, 2007-ben vagy 2008 elején az Erste Bank eladta ezt a 600 000 forintot a Sigma Factoringnak. Na most a Sigma Factoring 16 éve van a életembe, és semmi más nem történik, csak várják, hogy az uzsorakamat az nőjön nekik. Lényegében akkor ugye ebben az ügyben azt lehet látni, hogy nagyon régóta folyamatban van, ugye 2006-ban fel lett véve, és nagyon sok követeléskezelő is megjelent ebben az ügyben. Ugye folyamatosan engedményezték egymásnak ezeket az ügyeket, de ennek ellenére végrehajtásra csak 2023-ban került, amit lehet látni a végrehajtói dokumentumokon. És ugye ez is azt jelzi, hogy amint az előbb említett, hogy ezt az uzsora kamat, igen, hogy az uzsora kamatra várhattak, hogy ezért nem adhatták valószínűleg végrehajtásra, de itt ugye lehet látni, hogy az egyik ügyben itt folyamatosan befizetések is mentek itt. És ami az érdekes, hogy itt van a Kádár Petra, ugye 440 000 forintot zsebelt be tőlem. A letiltás... Már mint ez inkasszóval. Letiltás 93,94 300. Eddig ki lett fizetve 377 000, összesen 817 200, amit jogalap nélkül tették. Majd, hogy ennyi lett, és akkor ugye hogy kezdődött ez a végrehajtás? Ugye volt először inkasszója? Mi? A inkasszó volt. Rátette ugye? Ez a Kádár Petra erre, az elhozta, rátette az inkasszót. És a bank is hibás volt, mert én utána olvastam. A banknak szólni kellett volna, hogy ilyet nem csinálhatnak. Egy az egyben a nő levette a számláról, és egy forintot nem hagyott nekem. Nem tudtam a gyógyszeremet kivenni. Mozgásba korlátozott vagyok. Cukorbajom is van. Szóval ennyi év alatt, 18 év alatt nekem egy kis örömet nem szereztek. És én tisztában vagyok azzal, hogy ez mind az uzsora kamatra megy, hát hogy nyerjen. Magyar embereknek a kizsákmányolásáról ez egyértelmű, igen. Ebből is látszik. Legyek 82 éves leszek, a jövő hónapban lépek bele, engem nyúznak, mondják meg, hogy legyek öngyilkos, akkor egy fillért nem kapnak. Hát de nem teszem meg, mert azt mondanák, hogy bolond volt. Itt vagyok, és ki fogom deríteni ezt a sok büdös csalást, amit csinálnak, és szégyeljék magukat. Hogyha... mert nem csaltam, tehát amikor én tudtam, fizettem. Nem öltözködtem, nem vettem magamra semmit a világon. És amikor a férjem meghalt, akkor eladtuk a lakást falun, és a fiam elküldte az albérlőjét, és azt mondta, hogy anyám, gyere hozzám, mert egyedül nem tudok létezni, és azóta vagyok itt. Hát lényegében, hogyha ugye családi segítsége nem lenne, akkor ebben a helyzetben, ugye inkasszó mellett, meg a folyamatos letiltás mellett, akkor majdhogy nem ellehetetlenülne. És akkor milyen megoldást lát maga előtt? Mert ugye többször is egyeztettünk már ezzel az üggyel kapcsolatban, hogy ugye most bírósági eljárás, vagyis bíróságra került. Hát én szerencsére. Ezt az EOS-t, ezt meg kéne szüntetni. Ezt az EOS-t. Ezt az összes követeléskezelőt majdhogy nem, de mindenféleképpen felül kellene őket vizsgálni, meg konkrét szabályozást adni nekik, hogy mondjuk ilyen ne történessen meg, hogy több éven keresztül ugye ne adják végrehajtásra, ugye folyamatosan ültek négy a kamatok. Túl ne menjen az öt éven, ugye, mert akkor
És akkor a kamat gyűlt, hogy 3-4 millió forint. Hát az ember eszem megáll. Ha én ezt az EOS nézem meg, a Sigma Factoring, több mint 7 millió forint. Tartozás. Hát mire fel? És én kifizettem 3 millió forintot a 600 ezer forintra. És hova tűnt a pénz? Azt nem mondják, hogy belement a kamatba, mert nem igaz. A Sigma Factoring 4 millió forintot követel tőlem, de ha 1 millió 400 ezeret kifizetek részletre, a 3 milliót elengedi. Hát kérdezem én, milyen munka ez? Miért nem lehetett, amikor 2008-ban átvette ezt az egészet tőlem, azt mondani, hogy nézze asszonyom, ez a dolog, fizesse ki részletekbe az 1 millió 400 ezer forintot. Egy szót nem szóltam volna, és kifizettem volna, ahogy ezt is kifizettem, mert azt se tudom, hogy ez micsoda. Itt az 50 darab csekk. Ugyanúgy azt is kifizettem volna, és nem jutottam volna oda, hogy 2008-tól 2023-ba húzgálnak, mint egy rongyot. Hát pont ezért ugye a követeléskezelőkre is mindenféleképpen jogszabálymódosítás kellene, hogy az ilyen részletfizetési megállapodás a közjegyző is legyen. A végrehajtóval összejátszanak. Mert hogyha egy végrehajtóhoz bemegy a végrehajtó bemegy a közjegyzőhöz, és azt mondja, hogy YZ tartozik nekem 1 millió vagy 150 millió forinttal, akkor nem nézi meg a közjegyző, hogy igaz-e, hanem azt megírja a papírt, a végrehajtó meg örül, mint majom a farkának, és rohan, és végrehajtásra adja a nyugdíjasnak azt, ami nem is jogos már, mert lehet, hogy ez mind lejárt már. Hát 150 millió forintig nem lehet egyébként, mert 30 millió forint a fizetési meghagyásnak, a kibocsátásának a maximális értéke, de hogyha 5-ször bocsátja ki a 30 milliót, akkor ezt ugye ki lehet vitelezni. Ugye pont ennek elkerülése véget szorgalmazzuk azt is, hogy a bizonyítási eljárás legyen kötelező a fizetési meghagyásos eljárásokban, mert így valóban bárki ellen ki lehet bocsátani, és ha esetleg mondjuk kórházban van hosszabb távon, vagy mondjuk külföldön tartózkodik, akkor lehet, hogy jogerőre emelkednek, és végrehajthatóvá válnak jogellenes követelmények. Szóval én szégyellem ezt nagyon. Hát lényegében hideg zuhanyként érte ez a végrehajtás, hogy hát igen. Teljesen új élethelyzet elé állította. Igen. Hát melyik ember az, aki kifizet 5 évet, 50 darab csekk? Azt se tudom, hogy ez mi. Mert azt én nem tagadtam a 600 ezer forint, hogy maradt. Akkor kellett volna megkeresni engem 2008-ba. És akkor én kifizettem volna tisztességesen az 1 millió 400 ezer forintot. Nem kellett volna seggelni azért, hogy a kamat nőjön, a svájci frank, mert a kamat, ugye? Persze. Mert a bankban azt se közölték velem egyébként akkor, hogy a svájci frankra van ez a 870 ezer forint. Mert annyi gondom volt, hogy nem ez, és a végén derül ki, és akkor ülnek 4 évet, 4,5 évet, át nem menjen az 5 éven, mert akkor ugye, de ezek mind lejár dolgok. Ha tisztességesen rendezték volna, mind lejárt, és szerintem is lejárt attól függetlenül. És az instrumentícia az volt a múltkor, hogy az azt csinálja, hogy ki összegyűjti a lejárt tartozásokat, és szóval. Hát és kiadja a közjegyzőhöz, vagy felszólítja az adóst, ezzel is folyamatosan terrorba tartják őket. De sok idős van, nem olyan, mint én, hogy olvasok, meg érdekel a dolog, de nagyon sok falusi van, aki ilyen dologban van, azt se tudja, hogy eszik-e, vagy isszák az egészet. Persze, hát megijednek, és inkább befizetik, vagy kölcsönkérnek, vagy bármi egyéb. És hogyha esetleg nem úgy dönt a bíróság, akkor van kiút, vagy lehetőség? Hát hogy dönthet a bíróság? Hát ha esetleg a követeléskezelőnek ad igazat. Mit? Hogyha a követeléskezelőnek adna esetleg igazat, akkor... Hát de milyen jogon ad a követeléskezelőnek? Hát ez egy lopás. Hát feltételezem.
Ha én hogyha a bírói gyakorlatokat nézzük, azért elég gyakran előfordul sajnos, azért is kérdezem, hogy arra a lehetőségre... A bíró, ilyen... van úgy, hogy a bíró annak a izének dönt? Arra a pártjára áll? Hát sajnos elég gyakran előfordul. Azért kérdem, hogy arra van-e megoldási lehetősége? Hát legfeljebb az felemelik az 50%-ra a nyugdíjamat, és akkor nem marad nekem élni pénzem, meg gyógyszerem, meg mire. Mert 130 ezer forintból nem lehet megélni egy beteg embernek és egy mozgáskorlátozott embernek. Tehát, ha Orbán Viktor ellophatja az egész közpénzt, ami a népé és az adófizetők pénze, meg az uniós milliárdokat zsebre dughatja, akkor tessék itt is rendet tenni, mert ez tolvajlás és lopás. Hát mi pont azért vagyunk, hogy erre az egész ügynek a végére pontot tegyünk, és az egész végrehajtást végre emberséges és igazságos mederbe tereljük. Így van, és pontosan azt kéne, hogy a nyugdíjasokból, nem azt mondom, van sok ravasz nyugdíjas. Hát mindenhol van olyan ravasz ember, sajnos. De az ilyen kis nyugdíjakból ne vonjanak, ne tiltsanak semmit. Hát egyrészt az egész nyugdíjrendszert meg kellene reformálni, de a nyugdíjakra kiróható végrehajtás pedig teljes egészében meg kellene, mert ellehetetlenítik egyébként a legkiszolgáltatottabb részét. És olyan dolgot, hogy a köztársaság elnöknek 60 millióért zongorát vettek? Hát kérdezem én, vagy a stadionokat építik ész nélkül, az futballcsapat sincs? Meg kell nézni a Ceausescu-nak, mi lett a vége a stadionjának. És mindegyik így fog járni, mert nem lesz pénz. Csak népharag. Csak a népharag marad. Egy embernek, emberek vagyunk, és egy ember ugye megszületik, meghal. Ezzel tisztában vagyunk. De kérdezem én, hogy létezik az, hogy egy ilyen országban, mint Magyarország, ez az emberfaj kétfelé szakadt. Egyik van a Orbán-féle banda, aki 12 év alatt milliárdos lett, és büntetlenül élnek, hogy még a király sem élt úgy. Ezt nyugodtan be lehet tenni ebbe a... Tessék nyugodtan mondani, aztán úgy is megnézzük meg. Hogy még a király sem élt úgy. Ott van a lánya, sárazadányba szőlőt vett több mint 600 millió forintért, három bababoltja van, több millió forintos bababoltok, ott van a férje, a másik csavargó, akinek turába, aki most a nagyőt forgatták, azt a nagyő című akármit, az a kastély a Tiborc Istváné. Miből és miért? Ha egy normális ember átgondolja, én egyszerű ember vagyok, de az én egy eszemmel azt a gyönyörű kastélyt meg lehetett volna csinálni szállodának, és kiadni külföldieknek, és hozták volna a milliárdokat a magyar népnek. Mi van? Minden az Orbán. Az Orbán apja építkezett olyat csodálatosat, a mi pénzünkből, ugye ott a lift megy lefelé, meg hadd ne soroljam micsoda, és ezek büntetlenül élnek. Még egyszer mondom, még a király sem élt úgy, ahogy ezek élnek. Én pedig 18 év alatt itt vagyok, nyomorgok, és rágom magamat, hogy hogy fogok tudni megélni ebből a pénzből, ami megmaradt. Hát ennyi volt. Egy embernek, emberek vagyunk, és egy ember, ugye, megszületik, meghal. Ezzel tisztában vagyunk. De kérdezem én, hogy létezik az, hogy egy ilyen országban, mint Magyarország, ez az emberfaj kétfelé szakadt. Egyik van a Orbán-féle banda, aki 12 év alatt milliárdos lett, és büntetlenül élnek, hogy még a király sem élt úgy.
hallhatták, hogy Edith személyes történetén keresztül is bebizonyosodik az a tény, hogy amit a Mi Hazánk mozgalom követel, annak igenis van jogalapja, és a kormánynak figyelembe kellene venni azt a több 10-100 ezer fős nyugdíj réteget, hogy a letiltásokra vonatkozó szabályokat mielőbb be kellene vezetni, és meg kellene reformálni mielőbb, hogy pont a legkiszolgáltatottabb embereket ne nyúzhassák végre a végrehajtók Magyarországon. A Mi Hazánk mozgalom pontosan ezért követeli azt, hogy a letiltástól mentes részt a kormánynak mielőbb fel kellene emelnie, hogy ne 60 ezer forintig tilthassanak a végrehajtók, hanem jóval magasabb összeg legyen ez a határ, főleg, hogyha devizahitel áll a végrehajtás mögött, illetve kiemelten követeljük azt is, hogy a kormány által adott 13. havi nyugdíj pedig teljes egészében legyen letiltástól mentes, és a végrehajtó ne foganatosíthassa a 13. havi nyugdíjra a Magyarországon élő nyugdíjasoknak ezt a részt.